Én már a második rendezvún megcsókolhattam Miriamet egy hangversenyen. Végig szenvedtem vele egy 17 órás modern kantátát. Voltak pillanatok, amikor arra gondoltam, még egy tétel és mészárlásba kezdek. Nekem csak az első randevútokról mesélt, amikor nem mert veled beszállni a forgós hordóba a Vidám Parkban. Hát azért kellett elmenni vele a koncertre, hogy lássa, hogy kultúrember vagyok. Hát ott rontottam el mindent. Attól kezdve mindenhová magával cipelt. Múzeum, galéria, pódiumestek, feliratos művészfilmek, amelyekből feliratok nélkül se értettem volna kevesebbet. A tasmáni repülő népi tánc együttes, az élő halottak kísérleti színháza, mindenütt ott voltunk. Csoda, hogy élek. Egy jó emléket sincsen Miriammel? De van, csak attól meg rossz kedvem lesz. Téged Mó mikor csókolhatott meg először? Csak a mihez tartás vége? Hetedik randevú. Ezt a pancsert, egy modellt abban az időben. Mi dumáljál már? A modellek akkoriban nem voltak kurvák. Lehet, hogy nálatok ott a szőnyeg modellek azok volt, de a szörme modellek nem voltak kurvák. Na. És hol történt a csók? Egy bárban. Egy Fiesta nevű helyen. Mondjuk azt nem tudom, hogy Mó miért akart oda menni, mert ott tudod, a zenekar ilyen tüzes latin számokat játszott, hát ő meg úgy táncolt, mint egy tojós galam, de nem törődött vele. Azt mondta nekem, szamba tüdér, suhanunk egyet a parketten. És? Suhantatok? Nem. Hát tudod, tehát ő tárgyanánt mindig ugyanazt a két mozdulatot variálta, mint egy egét toló szántóvető, de egyfolytában szitta a zenekart, hogy nem tartják a ritmust, meg hogy mi ez a tömeg, akitől ő nem fér el. De én már akkor tudtam, érted? Akkor tudtam, hogy ezzel a fiúval akarom leélni az életemet.